Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Nagyító idei utolsó adását látják. Vendégünk a stúdióban, ahogy azt már megszokhatták, Kollák Zsolt, média családunk újságírója. Szervusz Zsolt, köszöntelek a stúdióban. Szervusz Krisztián, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Ahogy a múlt héten azt beígértünk, a mostani adásban a szlovák, illetve a felvidéki magyar politika 2019-es esztendejét tekintenénk át. Talán az egyszerűség, illetve a logika kedvéért is haladjunk időrendi sorrendben. Az első komolyabb esemény talán 2019 márciusára datálható, ugye a köztársasági elnök választás. Két forduló a győztes, tudjuk, Zuzana Csaputová. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy nem meglepetésre ez várható volt, vagy nem volt várható, meglepetés volt, nem volt meglepetés, mit gondolsz? Erre a bölcselemző azt mondja, hogy utólag semmi sem meglepetés. Igen. De... Szépen feladtam neked a labdát. Természetesen meglepetés volt. Abban az értelemben, hogyha egy évvel ezelőtt beszélgetünk, decemberben, azt hiszem, hogy nem Csaputovát tartottuk volna a legvalószínűbb befutónak. Kicsodát? Misztrikre gondolsz esetleg? Vagy akár, az ellenzéki oldalon Misztrik látszott akkor még erősebbnek. Ugye köttetett egy paktum kettejük között, hogy aki majd erősebbnek tűnik a választások előtt néhány héttel, ő visszalép. Ez meg is történt ugye Misztrik részéről. Viszont nem lehetett ennyire előre látni, hogy Sefcovics esélytelen lesz. Azt lehetett gondolni, hogy szorosabb lesz a versenyfutás. Persze, ami ahogy haladt előre a kampány, és lehetett érzékelni, hogy Csaputová kampánystábja találta meg leginkább azokat a fegyvereket, amelyek a modern marketing politikában hasznosnak bizonyultak. Néhányat említs kérlek, ha már itt tartunk, mert ez egy tanulságos kampány volt, azt hiszem ebből a szempontból, hogy talán az első Szlovákia történet, amivel betörtek ezek a modern 21. századi szociális médián alapuló kampányfogások. Igen, itt nyilván az online térben a személyes megszólításon alapult. Gondolunk csak a legnépszerűbb videó megosztón, ha nézünk egy-egy videót, akkor azonnal üzeneteket kapunk, és egy bizonyos korosztály, valószínűleg a 10-20 éves választókat egészen biztosan, de még a 30-40 éveseket is ezen keresztül lehet talán a legszerencsésebben, legoptimálisabban megszólítani. Igen, tehát gyakorlatilag Csaputová választások előtti időszakban cool lett, hogy ezzel a kicsit idegen, de mégis közkeletű szóval éljek. Annyi videó jött le róla a YouTube-on, tehát az ember, ha rákattintott egy-egy videóra, beszéltünk is erről annak idején, ha jól emlékszem, nem lehetett úgy zenét hallgatni, hogy igen, előtte Zuzana Csaputová ne szóljon hozzánk. Igen, és igazából viszont, ha már próbálnánk felidézni, hogy miről is szóltak azok a videók, ez már nem sikerülne. Igen, ő abszolút igazad van. Maga az üzenet Csaputová volt, és nem az a tartalom, amit esetleg akartak közvetíteni. És a modern, vagy hát helyesebben posztmodern marketingben ez is fontos, hogy ne arra emlékezzenek, amit mondtál, mert azt esetleg számon lehet kérni, hanem saját magadra, tehát te magad légy az üzenet. És ezt Csaputová marketing tábja tökéletesen megvalósította. És jól látható, hogy a nagyvárosi környezetben diadalmaskodott, előzte meg utcahosszal, Sefcovicot és másokat is természetesen, illetőleg a fiatalabb és a középkorú választók körében volt igazán támogatott jelölt. Mi volt a helyzet Dél-Szlovákiában, illetve Fölvidék magyar lakta területein? Csaputová itt is nagyon jól szerepelt ahhoz képest, hogy hát mondjuk most így, hogy magyar jelölt is volt az első fordulóban, hiszen Mennyhárt József visszalépése után Bugár Béla azért még ott volt. Itt két arcú a dolog, Csaputová megítélése, és leginkább a második forduló, ahol csak ő és Sefcovics versengett, talán épp a magyar járásokban, mindenképp a komáromi és a dunaszerdei járásokban, ahol abszolút magyar többség van, tehát itt kapta a legnagyobb támogatottságot Csaputová, ellenben a legalacsonyabb részvétel mellett tulajdonképpen, tehát ez egy két arcú hozzáállás volt a magyar választók részéről az ő irányába, egy ilyen félszeg támogatás, inkább valamilyen módon egyfajta bizalom, amit azért sok-sok, hát hogy is mondjam, csak korábban betartatlan ígéretből adódó aggályokkal társult. Most Kiska úrra utalok vissza, ugye esetében is megvolt ez a bizalom, talán még nagyobb arányban a magyar választók részéről, és ebből semmit nem kapott jószerével vissza a magyar választó. És hát az első fordulóban valóban Bugár Bélának nem sikerült mobilizálni a magyar választókat. És akkor nagyon diplomatikus és finom voltál. Mennyhárt József eleve visszalépett, egyedüli magyar jelöltként mérette meg magát. A kampánya utolsó heteiben már erre próbált fókuszálni. Korábban egyéb üzenete is voltak. Igen. Természetesen ott határozottan polgári jelöltként próbált mutatkozni. És hát ez a kampányelemek keveredése valószínű, ez egy marketing hiba volt. Ahogy Csaputová stábja jól fölépítette a kampányt, ugye a Bugár Béla mögötti marketing stáb viszont elhibázta. Kijelenthetjük, hogy Bugár várakozáson alul teljesítette, igen, ilyen 3% körüli eredménye? Mindenképpen, ugye
emlékezzünk, olyan esélyekkel indult, legalábbis ez volt a kampány üzenet, hogy bejuthat akár a második fordulóba Igen, is. Voltak is elrútól a felmérések, mikor még a 13 jelölt volt, ha jól emlékszem, a két visszalépés után, kezdetén voltak elrútól jelek. Kétszámjegyű eredmény sem volt kizárt Bugár hát neve képest. Mellett, ehhez képest ez egy óriási csalódás. Én a kampány hibájának és annak is tulajdonítom, hogy a legnépszerűbb, legesélyesebb ellenzéki jelölt mögé sorakoztak már aztán az első forduló utolsó, vagy az első fordulót megelőző napokban a választók, és ez már nem kedvezett Bugár Bélának. Ugye az ellenzék, a mostani ellenzék két legerősebb pártja, vagy formáció inkább így a PS-Polu koalíció, aki jelenleg a parlamenten kívül van, ugye még nem mérették meg magukat választáson. A köztársasági elnökválasztás idején a PS ugye Csaputovát támogatta, ő volt a jelöltjük, de a Spolu, ha jól emlékszem, Misztrik mellett állt, csak a visszalépés után támogatta Csaputovát, és csak utána kezdtek aztán a két párt, Beblavi és Trubanék tárgyalni. Volt valami, hozott átrendeződés Csaputovának ez a, hát ha nem is meglepő, de mégis azért elég erőteljes, egyértelmű sikere? Egyértelműen a tendenciák mutatták, hogy a köztársasági elnökválasztást követően lőtt ki érzékelhetően a PS támogatottsága. Sőt, ugye ne felejtsük, beszélünk majd az európai választásról, listán hosszú idő után először sikerült ezt már megelőzni egy pártnak, éppen a progresszíveknek. Tehát még kitartott ez a lendület, ami a Csaputová kampány sikerével függhetett össze, de azóta, hogyha nézzük a későbbi fejleményeket, a tendenciákat, azt látjuk, hogy beragadt a középpárti tartományban a PS-Polu, és most már a kétszámjegyű eredmény is kihívás számukra úgy tűnik. Valahol ott táncolnak a 10% környékén. Ígéretekről beszéltél, a magyar felvidéki magyarság felé tett ígéretekről, amelyet Kiska nem tartott be, ezt most már tudjuk. Júniusban beiktatták Csaputovát, tehát nagyjából most 6 hónapja, fél éve ő a köztársasági elnök. Van egy, két, illetve nem is egy, hanem két magyar tanácsadója, jár Dunaszerdahelyen a Csallóköz szívében. Ha ebből a fél évből akarunk vonni egyfajta ilyen, egyfajta mérleget, akkor mit mondhatunk ezek az ígéretek? Egy részük megvalósult, semmi nem valósult, meg fognak valósulni. Hogy áll jelenleg Csaputová és a felvidéki magyarság kapcsolata? Én azt gondolom, hogy egyelőre még nem rombolta le ezt a hitelét Csaputová, amit megelőlegeztek egyes magyar választók az irányába, de azt gondolom, hogy az általánosságban is igaz, a szlovák választó felé is, és pontosan abból adódik, amit mondtunk, hogy már nem emlékszünk tulajdonképpen arra, hogy mik is voltak azok a konkrét tartalmi üzenetek. Tehát elég általánosságban üzen Csaputová, és ezt az életérzést, amit közvetít, mert leginkább arról van szó, választók számára, ezt egyelőre hitelesen képviseli. Ugyanez a magyar választó felé is egyfajta üzenet, aki hisz ebben a szabadságeszményű, mondjuk így liberális demokráciában. Számára Csaputová egy nagyon vonzó személyiség, sőt európai szintén is épp ugye meg is választotta a Politico című lap. Igen, ez most a napokban, hetekben történt. Így van, Európa egyik ilyen progresszív úttörőjének. Ebben a tekintetben valóban vonzó személyiség Csaputová, de hogyha túlmegyünk ezen a politikai identitás keresésen, akkor nem tudunk egyelőre konkrét tartalmakat kötni hozzá, konkrét ígéretekkel megfogni. Igazság szerint ez akkor válható, vagy váltható ez a bizonyítvány jegyekre vagy értékelésre, hogyha a PS, tehát a párt, amely őt támogatta, kormányra kerül, és kormányozni kezd. Ott ugyanis már nem elég a marketingpolitika, kénytelenek lesznek olyan lépéseket is megtenni, amely valamely társadalmi csoportok kárára lesz. Tehát mondhatjuk tulajdonképpen, hogy könnyebb Csaputovának addig a köztársasági elnöki székben ücsörögni, míg Smer kormány van. Tehát még egy egyértelmű ellenzékeként ül a kormányban ugye, egy párt. Alkotmányjogilag ez bonyolultabb. Világos, csak ne bonyolítsuk túl. A... Kétségkívül így van, hogy ellenzéki szerepfölfogást tulajdonít neki a választó, még ha ő nyíltan nem is vállalhat ellenzéki szerepet. Ugye Kiska úr ezt meg is tette, elég sok politikai konfliktus adódott ebből, emlékezhetünk. De Csaputová szóval rutinosabban és udvariasabban teszi, tehát ezzel a nagyon pozitív attitűddel, ami őt jellemzi, vagy hát legalábbis ez sugárzó attitűddel. Ugye májusban is választottunk, ahogy már említett, az EP választások voltak májusban, de mielőtt erre rátérnénk, a két választás közti időszakban volt talán az utóbbi évek felvidéki magyar közéletét talán leginkább felkavaró esemény, mondjuk Malina Hedvig megverése és a 2008-as szurkoló verések óta, azt hiszem ez bátran kijelenthető, az elhíresült himnusz botrány. Így utólag visszatekintve, azt semmiképp sem mondanám, hogy túl volt fújva. De egy picit, hogyha árnyaljuk a képet, ha elolvastuk a jogszabályt, egyesek úgy értelmezték, hogy csak állami rendezvényeken, mások úgy értelmezték, hogy bármilyen rendezvényen, de a lényeg az volt, hogyha nincs jelen az adott ország delegáció, akkor annak az országnak a himnuszát
nem szabad, vagy csak külön engedéllyel lehet értékelni. Ebből lett aztán az elhíresült himnusz törvény, hogy a szlovák parlament be akarja tiltani a dac meccsen a magyar himnusz éneklését. Ami, ha így utólag belegondolunk, de facto talán nem volt igaz, viszont azt mindenképp hozzá kell tennünk, és kérlek majd erre tér ki te is, hogy elképesztő volt az a dilettantizmus, amivel a híd képviselői is akár fölfogták ezt az egészet, hiszen látszott, hogy nem, hogy a választó nem tudja, amit szerintem teljesen érthető, annak tekintetben, hogy a politikusok maguk sem tudták, hogy mire szavaznak. Hiszen senki nem mondta el a botrányt követő napokban, hogy tulajdonképpen itt erről és erről van szó, hanem a hídasok is gyakorlatilag, mintha maguk is elhitték volna, hogy tulajdonképpen azt szavazták meg, hogy a dac meccsen ne lehessen énekelni a magyar himnuszt. Ezt követő hetekben jött csak elő az, hogy nem, itt tulajdonképpen nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy, és akkor kezdték el csak tényszerűleg magyarázni ezt a ballépést. Az egyik legfontosabb tanulsága valóban a himnusz botránynak az volt, hogy a parlament törvénygyárként működik. És nagyon sokszor a frakcióban ülő képviselők egyfajta ilyen karmesteri párcát maguk elé képzelve, vagy igent, vagy nemet nyomnak, sokszor a mögöttes tartalmat nem is követi. Hát mondjuk itt tulajdonképpen fogalmuk se volt, hogy mire mondanak igent, vagy nemet. Frakció fegyelem kötésében szavaztak. Azonban tegyük hozzá, hogy a híd választóit leginkább az ő bizalmuk ingott meg a híd irányába. Igen. Az a választó, aki már korábban is ellenszenves érzelmeket, vagy ellentétes érzelmeket táplált, ott már nem rendült meg a hite. De igazából itt tört meg a hídnak a támogatottsága a magyar választók körében. Mert egyfajta kompetenciát társított a hídhoz ez a magyar választó, azt a reményt, hogy a híd képviseli az ő érdekeit a szlovák parlamentben, és ebben csalatkoznia kellett, és annyira leleplező dilettantizmus mutatkozott, ami magyarázhatatlan volt. Ez a jó szó erre gyakorlatilag, ez dilettantizmus. A híd mindig azzal próbált versenyelőnyt szerezni az MKP-val szemben, hogy ők a profibbak. Igen. Nekik van kormányzati tapasztalatuk, olyan holdudvaruk, ami képes egyfajta politikát gyártani, politikát csinálni, csúnya szóval, és lámlám lelepeződött, hogy dilettánsok gyülekezete az a frakció. Nyilván itt személyekre lebontva ez most tisztességtelen állítás, és ilyen módon ezt ne is így értse a kedves néző, azonban a híd politikáit kétségkívül lelepleződött, hogy az a fajta profizmus, amit önmagukról képet kialakítottak, az nem létezik, az szertefoszlott. És tulajdonképpen az a kétségbeesett kommunikáció, amit itt felvezettél, hogy előbb azt kezdték kommunikálni, hogy ezt azonnal megváltoztatjuk, mert ez egy szörnyű nagy tévedés volt, miközben, hogyha tényleg lebontjuk félmondatokra és apróbetűs részre, ez a törvény, hogyha életben is marad, akkor is kikerülhető lett volna, és persze, valószínűleg a végrehajtása, hát amíg ilyen viszonyok vannak Szlovákián belül, hogy a nemzetállam egy kicsit visszahúzza a körmeit, mint az elmúlt években láttuk, akkor a végrehajtást nem szenvedjük meg. De kétségtelenül ebben a kommunikációban is balfogások voltak, ami tény, hogy a koalíción sikerült végül is átverniük ennek a törvénynek a módosítását, ám de és ugyanakkor sajnálatos módon ez egy olyan állapotot konzervál, amely eleve kedvezőtlen és hát előnytelen a felvidéki magyar közössége nézve. A jelképtörvénynek titulált jogszabályról nem is esett szó, szóval az MKP hozta be végül, hála Istennek, a közbeszédbe újra. Pontosan, ugye volt egy petíció, egy aláírásgyűjtés, ami sikeres is, és beadták a belügyminisztériumnak, fölhívta a figyelmet arra, hogy a zászlót például továbbra sem lehet bevinni, ha már a Dacia Dian példájánál maradtunk, és a himnusz csak egy nonsense dolog, ha európai kitekintést teszünk, egy abszolút nonsense és tarthatatlan jelenség. Tehát ez a rossz törvény, vagy rossz törvénymódosítás, Isten igazából csak haba tortán, és már egy olyan állapothoz térünk vissza a módosítás előtti állapotban, ami már megint csak egy előnytelen helyzetet konzervál. Úgyhogy ez is egy figyelmeztető jel, hogy mit jelent a híd politikája, mit jelent a kislépések politikája. Azt jelenti, hogy amikor falhoz szorítanak, adott esetben még egy levegővételre jut. Figyelj csak, ez személyesen is érdekelne a kérdés. Nagyon elvetjük a súlykot, vagy mondjuk így, nagyon elvetem a súlykot, ha én azt mondom, hogy tulajdonképpen a himnusz törvény, illetve a körülötte kialakult botrány valahol még jól is jött a felvidéki magyarságnak? Hát bizonyos értelemben igen, mert amikor már túlságosan igen, elvetem, vagy igen, jól jött? Jól jött. Ugyanis amikor túlságosan is biztonságban érzi magát egy közösség, igen, akkor elalszik az ébersége, és ezek az ösztönök, önfeltartó ösztönök, azok már kevésbé működnek adekváltan. Ezt Adi gyönyörűen megénekelte a Nekünk Mohács kell című. Így van. Versében. Nem is feltétlenül, hogy ez Mohács, de egy olyan helyzet, persze, amikor érzed a veszélyt, tehát itt nem valami végromlás ért minket, persze, ugyanis persze. Épp az előbb mondtuk, hogy itt valószínűleg azért ad abszurdum lett víve valami, ami kétségkívül régbe kiáltó.
de valószínűleg azért is reagált így rá a felvidéki magyarság, mert értette az összefüggéseket. Igen. Nem kell hozzá politikai összefüggésekben gondolkodni, egy olyan jogsérelem, ráadásul az általam megszavazott képviselők, most a hídszavazókra gondolok részéről, ami már magyarázhatatlan. Egy pillanatra megijesztettél ezzel az első személlyel. Túl vagyunk a himnusz botrányon, ugye jön 2019 májusa, az EP szavazás május végén. Ha már a himnusz botrányról beszéltünk, egyenes következménye volt a himnusz botránynak a híd, hát azt hiszem meglepetésszerű gyenge szereplése. 3% vagy még annyit sem értek el. Messze az MKP mögött elmaradva, aki pedig csak ominózus 3-400 szavazattal maradt le az EP jelentő 5%-ról, illetve Csáki Pál. A világot jelentő deszkákról és az Európai Parlamentet jelentő mandátumról. Mandátumokról, igen. De azért azt is hozzá kell tegyük, hogy ha 400 szavazattal maradok le, vagy 3%-kal az eredmény ugyanaz. És azt gondolom, hogy a következő hónapok fejleményeire ez a felismerés jócskán kihatott, bár a híd továbbra is, mintha meg sem történt volna ez az eredmény, próbált erőpozícióból tárgyalni. Ugye azokra a tárgyalásokról beszélek, amit az MKP és a híd folytattak a megegyezés reményében, a majdani, ugye februárban, azóta kiírták február 29-ére a parlamenti választásokat. Ugye ez egy új helyzet, hogy 2004 óta, amikor először rendeztek Szlovákiában európai választást, minden esetben volt magyar képviselő Brüsszelben. Most azzal a helyzettel találtuk szembe magunkat, hogy a két párt rivalizálása, és hát nyilván egyéb más körülmények miatt is, amik a passzivitáshoz vezettek, és a magyar választó inkább otthon maradt, vagy nagyobb számban maradt otthon, mint a szlovák választó, emiatt nem lesz magyar képviselő. És hát ugye, amíg még az európai képviseletet veszítjük el, addig ezt mondhatjuk rá, hogy ez egy figyelmeztető jel. De abban a pillanatban, amikor már a pozsonyi parlamentben sem lesz szervezett magyar képviselet, mert ugye lehet egy-egy képviselő szlovák pártok listáján bejut a parlamentbe, de ez már immár nem ugyanaz. Ugye 2010 óta egy olyan helyzet állt elő, amikor a híd, mint vegyes párt, önmagát vegyes pártként meghatározó erő, de zömében mégis magyar választók, vagy ugye egy fogyatkozó számban, de meghatározóan magyar választók szavazatával jutott be a parlamentbe, és a magát etnikai pártként, következetesen etnikai pártként meghatározó MKP versenyez. 10-ben, 12-ben és 16-ban a vegyes párti paradigma még elég volt arra, hogy átlépje az 5%-os küszöböt. Az MKP mindig a sokan vagyunk, de nem elegen érzését élhette meg, ugye az elhíresült 2002-es Fidesz mondat jut az ember eszébe. 2019-ben az a veszély fenyeget, hogy sem egyik, sem másik megoldás nem garantálja a sikert. Ezt érzékelték a választók is, és nyilván a választók nyomására, hatására a politika is. Ez indította el a tárgyalásokat. Bocsáss meg, gondolt, hogyha nincs ez a gyenge szereplés, mondjuk bejut Csáki Pál, és mondjuk teszem azt még Nagy József is Brüsszelbe, akkor nem indul meg ez a közeledés, akkor most máshogy áll a felvidéki magyar politikai paletta, nincs MKÖ, nincs most híd MKDSZ. Mindig szerették a diákja, amikor történettanárként ilyen kérdéseket tettek. Igen, fel, és azt szoktam válaszolni rá, hogy a haval kezdődő mondatok már kevésbé értékeltek. Érdekesek. Természetesen nem akarom megkerülni a kérdést, úgyhogy nyilván nem. Nem lett volna ekkora kényszer a megegyezésre, vagy ekkora kényszer a tárgyalásra inkább. Ugye a megegyezésről beszéltünk, hogy leginkább ugye továbbra is a pártok a saját jól felfogott érdekeink szerint próbáltak megegyezni, és ez összeegyeztethetetlennek bizonyult, mint kiderült. Úgyhogy igen, ez a kudarc, ez kellett ahhoz, hogy elinduljon egyfajta újrarendeződés a felvidéki magyar politikában, és talán most jutunk el oda, hogy értékeljük azt a helyzetet, amiben most vagyunk, és ami ilyen helyzetben nekifutunk ennek a februári választásnak. Az MKÖ, tehát a Magyar Közösségi Összefogás megalakulása, az egy új helyzet. Abban az értelemben mindenképpen, hogy kínálja az együttműködést. Hogy ez az együttműködés vajon a választó számára is, és azt fogja sugallni, hogy ez egy tényleges magyar egység, amiből kimaradtak magyar politikusok, ugye a Most Híd és az MKDSZ politikusai, de azért maradtak ki, mert ők már a magyar képviseletre alkalmatlanok, és ilyen módon, ahogy ezt az MKÖ kommunikálja, ez egy korszakváltás lehet. De hangsúlyozom a feltételes módot, és minden esetben a jövő időt erre a korszakváltásra,
Ugyanis emellé föl kell építeni nem csak kampányt és nem csak marketinget, hanem egy politikai teljesítményt is, ami mindezt a magyar választó számára érzékelhetővé, ez az első lépés, és elfogadhatóvá tegye. Azt gondolom, hogyha ezt próbáljuk objektívan értékelni, azt látjuk, hogy az első lépés az jó lépés volt. Tehát az, hogy az összefogásra van igény a magyar választók részéről, az tény. Ennek van egy olyan üzenete, amit így értékel, hogy megtörtént az első lépés. A következő lépésnek annak kell lenni, hogy azt a dilettantizmust, amit most már a Most Híthoz köt a magyar választó, az sikerüljen meghaladni, és egy professzionális képet tudjon kialakítani magáról a magyar közösségi összefogást. Magyarán azt tudja azt a képet kialakítani és elhitetni a magyar választóval, hogy ő bizony képes arra, hogy parlamenti szereplőként hiteles és eredményes képviseletet biztosítson a magyarságnak. És ha úgy alakul a helyzet, akkor kormányzati szereplőként is nemhogy szégyent hoz ránk, hanem Isten igazából valamit végre előre mozdít és a közösség javára fordít. És mit gondolsz, a hátrajövő 3 hónapban erre meg lesz a, inkább 2,5 meg lesz a lehetőség? A lehetőség mindenképpen megvan. Sok mindenem múlik egyébként. Lebecsüljük a politikában a szerencsefaktort. Ebben az esetben, amikor ennyire szűkös az idő és a politika hitele ott tart, ahol tart, mert hogy a magyar választók körében a politikusokról kialakított kép az cseppet sem hízelgő, vagy cseppet sem kedvező, és ez oldalaktól függetlenül igaz. Tehát az, amikor a Most Hídra fröccsent a sár az elmúlt időszakban, abból a sárból óhatatlanul jutott a másik oldal szereplőinek is, ez már csak a politika természete. Ugyanis a politikai osztály roha gondolkodik a magyar választókon, nem 20 piros vonalat, hogy ők a jók és ők a rosszak. Ehhez már csak az elkötelezett törzsválasztó képes így gondolkodni. És a politikának is érdemes megfontolni, hogy nem a törzsválasztók fejével építi a kampányt. Erre mutató jeleket látok, úgyhogy ez biztató. Tehát egy picit abból a paradigmából, ami 16-ban még jellemző volt, hogy van egy ilyen hideg polgárháború, ilyen kétosztatúság, nagyon merev frontvonal. A mély és az ők típus dikotómia. Iszonyú mély árkok, és ezen nincs átjárás. Ez nyilván enyhült, hiszen az MKÖ listáján számos olyan politikus van, aki egy korábbi MKP listán biztosan nem szerepel. Korábbi prominens Most Hídos politikus. Akár így, csak Nagy József személyét tekintjük, aki egy sztár politikusa volt sokáig. Igen, fontosak a szereplők, de még fontosabb az, hogy mögéjük választók is felsorakozzanak. Ezért én azt gondolom, hogy itt valóban azt a hitet kell erősíteni, hogy megtörtént a magyar összefogás, és itt a progresszió, itt a haladás, a fejlődés lehetősége ezen az oldalon ide került át, és itt van az a lehetőség, hogy végre professzionális politikát csináljunk, mert a Most itt bebizonyította, hogy erre alkalmatlan. Hát nem sok időnk maradt hátra. Másfél órán keresztül beszélhetnénk a szlovák politika 2019-es botrányairól, akár ha az alkotmánybírókra gondolunk, az alkotmánybírák megválasztása körüli mizériára, akár most a legutóbbi a kórházreform, ami szerencsétlen Kalavska asszony miniszteri székébe került, nem bírta a Smeren keresztül verni ezt a kórházreformot. Sokáig sorolhatnánk. Számodra mégis mi volt talán a, hogy is mondjam, a legérdekesebb, vagy a leginkább vízválasztónak tekinthető politikai esemény 2019-ben? Nekem az, hogy a Smer vezetője most már határozottan Peter Pellegrini. És a kérdést úgy tesszük fel, hogy ez meglepetése, bizonyos értelemben igen. Ne felejtsük el, amikor a Kuciák gyilkosságot követően volt egy kabinet átalakítás, Fico szándéka az volt, hogy odaültet valakit, akit ő majd szépen irányítani fog. Ez lett volna Pellegrini. Az ő fejével gondolkodva. Uh-huh. Ez lett volna Pellegrini, aki bár ugyan régebb volt a politikai szereplő, csak talán a reflektorfényben volt kevesebbet, és nem sározódott be, nem járatódott le. Pellegrini kinőtte magát, és egy olyan politikus a jelenleg Szlovákiának, akivel mindenképpen számolni kell. Nem azt mondom, hogy a következő kormányt is ő fogja alakítani, ez ennél sokkal összetettebb kérdés, de hogy bebizonyította, hogy alkalmas a kormányfői posztra, és felnőtt abba a politikusi osztályba, abba a magas ligába, a legfelsőbb ligába, ahol csak kevesen voltak a szlovák politikában eddig, az tényszerű. És jól látható, hogy a Smer kampánya is erre irányul, hogy Pellegrini személyét helyezzék a középpontba. Felelős változásról beszélnek, vagy megfontolt változásról, egy kicsit szabad fordításban. Ugye az ellenzék az ő olvasatukban felborítaná a szlovák politikát. Tehát azt a szociális biztonságon alapuló berendezkedést, amit a Smer kormány azért mindig is a saját választói felé próbál. Igen, és hogyha azért belegondolsz az utóbbi hetek, hónapok ellenzéki oldalon történt eseményeibe, valami jogalapja még talán lehet is ennek. Annak azon ki most én nem Pellegrini támogatni, vagy
cáfolni, vagy egyet jelentsünk nem szeretném, biztosan. De vannak azért érdekes dolgok az ellenzéki oldalon is. Igen, egyet jelentsünk ki biztosan, Pellegrini népszerűbb a pártjánál, uh-huh. de ezt a szavazatot, erről már beszéltünk több alkalommal is, nem biztos, hogy szavazatra lehet, uh-huh. mármint pártra leadott, mert uh-huh. leadott szavazatra lehet váltani. Én inkább azt mondom, hogy potenciálban Pellegriniben abban, hogy a következő évtizedben még mindig meghatározó politikus legyen Szlovákiában, és ez talán sokak számára meglepetés, azok fejével gondolkodva, akik 18-ban hát egy kicsit lekicsinyelve fogadták, hogy Fico bábja odaült a kormány fői posztra, és majd az lesz, amit Fico akar. Hát nem ez történt. Zsolt, ahogy minden adás végén, ezúttal az utolsóban is köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál. Nézőknek pedig szeretném megköszönni az egész éves figyelmüket. Áldott békés, boldog karácsonyt, boldog új évet kívánunk önöknek. Tartsanak velünk jövőre is, január elején jövünk a viszontlátásra.